Az ünnepi műsor kezdete előtt már sorokban várakoztak a csontavériek, hogy bejuthassanak a színházterembe. Ez is azt bizonyítja, hogy a helyiek számára kiemelkedő fontosságú a település művelődési élete. Amióta megcsinálták a színházat, előtte hiába akartunk jönni, mert egyszerűen nem volt lehetőségünk, nem volt. És egyedüli szórakozás az idősebbeknek az, hogy amikor van valami megmozdulás ritkán, akkor általában fél csantavér megmozdul. A műsorban többek között fellépett a Mendikus Művészeti Központ Tambura zenekara, a Hunyadi János Általános Iskola diákjai, a helyi Bartók Béla Művelődési Egyesület táncosai és a My Dance Tánc Klub. A Vox Angelica egyházi gyermekkórus vallásos énekekkel készült. Ez egy lelki ének, nálad lett borrá a víz, természetesen Jézusról szól, gitárkísérettel és iskolánk egyik tanulója, aki hegedűn játszik, ő is benne volt a kis együttesben, aki kísért bennünket. A rendezvény célja, hogy felpesdítsék csantavér kulturális életét. Ez az ötlet onnan származik, hogy hosszú-hosszú évekkel ezelőtt a faluban megszoktuk, hogy méltán lezárjuk az évet, és a falu apraja nagyja föllép, az iskolások, a művészeti központok. A színház aztán tönkrement, és másfél évvel ezelőtt az önkormányzat, illetve más szervek segítségével újra olyan állapotba tudtuk hozni a színházat, hogy használhatjuk. Az est fénypontja az Etnokor együttes fellépése volt.